Régóta hagyomány már Szekszárdon, hogy az ápolók nemzetközi napjához kapcsolódva megemlékezést tartanak a helyi alsóvárosi temetőben, az irgalmasrendi nővérek sírjánál, vagy ahogyan az 1800-as évek második felében és az 1900-as évek elején a szekszárdiak hívták őket a szürke nénék nyughelyénél. 1854-ben érkeztek a városunkba, ők apácák voltak, szürke nénéknek is hívták őket a ruhájuk miatt. Ez akkor, az 1800-as évek közepén akkora ünnepség volt a kórház életébe és a város életébe, hogy a város összes harangja szólt a megérkezésükkor. Nem véletlenül fogadták hatalmas szeretettel a szürke nénéket Szekszárd lakói. Akkoriban 14-20 betegre jutott egy ápoló, így a főként francia nyelvterületről érkező irgalmas nővérek munkája rengeteg beteg ember mindennapjait tette elviselhetőbbé. Akkor még nem volt ilyen túl sok ágyunk, mint most ilyen közel 1000 ágyal dolgozunk itt a kórházban, akkor még csak ilyen 14-20 ágy volt, ahol a betegeket ápolták, és egyetlen egy betegápoló látta el a munkát, talán 2 krajcárt kapott napi díjként, és ez olyan kevés volt, hogy nem is túl szépen és nem is túl jól végezte a munkáját. Ezért volt akkora öröm, akkora ünnep, hogy a 4 apáca megérkezett, mert ők szívükkel, lelkükkel csak és kizárólag a betegápolással foglalkoztak. Olyannyira, hogy a szürke nénék a betegektől mindössze néhány méterre élték le az egész életüket, szó szerint. A régi kórház épületében volt a földszinten az ő szállásuk, és akkor ott volt közvetlen átjárás a kápolnába, a János Pál kápolnába, és ők ott éltek, tehát fölöttük voltak a kórtermek az ápolást segítségére, meg hát egyáltalán ott voltak a betegek, akiket ők elláttak. A szürke nénék sírját a szekszárdi alsóvárosi temetőben idén sikerült több 100 000 forintból felújítatni. A munka széleskörű összefogás eredményeként valósulhatott meg. Több éve készülünk erre a sírfelújításra. Nagyon sokan segítkeztek ebben. Az Alsóvárosi Egyesület, a kórházunk betegápolásért alapítványa, természetesen kórházunk igazgatója, orvosigazgatóasszonya, ápolásigazgatóasszonya is, és hát nyilván az alapítvány, de sokan mások is önszorgalomból és hát úgynevezett karitatív tevékenységként segítették ezt a munkát, hogy felújításra kerüljön ez. Nagy motorja és nagy lelke volt ennek az egész munkának a végbeáta, aki nélkül én ezt nem tudtam volna, vagy nem tudtuk volna a mai napot ilyen szépen megrendezni a sírfelújítással együtt. Itt volt a sír elég rossz állapotban. Kértünk több árajánlatot vállalkozóktól, és akkor megláttuk, hogy mennyi pénz gyűlt össze, és akkor emellett a felújítás mellett döntöttünk. Nagyon jól együtt tudunk dolgozni a kórházzal. A Pécsi Egyházmegye Kórház Lelkészségi Szolgálata 2019 óta vesz részt a Szekszárdon kezelt betegek lelkének ápolásában. A koronavírus járvány az ő munkájukat is jelentősen megnehezítette. Találtak viszont megoldást arra, hogy a pandémia ideje alatt is szolgálhassák a helyi közösséget. A mi munkánk az, hogy a betegeket meglátogassuk, beszélgessünk velük, mi nem gyógyítunk, nem csinálunk semmit, mi csak beszélgetünk, aki igényli, illetve küldjük az atyákat, ha szükség van rá. Most, hogy itt volt a járvány, ugye nem tudtunk járni a kórházakba, és akkor felajánlottuk a segítségünket, hogy az oltópontra szívesen megyünk dolgozni. És minden nap mennek az önkéntesek dolgozni az oltópontra, adminisztrációs munkát, betegirányítást csinálnak, és amit még csinálunk, minden csütörtökön délelőtt 10 órakor égeliturgiát, illetve imaórát tartunk, amit 72 öreg otthonba továbbítunk.